Lionel Messi a sok-sok évnyi sikertelenség után végül elhódította első nemzeti trófeáját. Az argentin klasszis számára ez a serleg eszméletlenül sokat jelentett. De vajon miért van ekkora jelentőség ennek a Copa America győzelemnek? Messi az argentin válogatottban eddig a pillanatig el volt átkozva. Nem igazán ment neki a játék hazája csapatában. 4 finálét is elvesztett, köztük 3 Copa America és 1 világbajnoki döntőt. Ezen kívül Argentina több alkalommal is alul teljesített a nemzetközi tornákon. Az argentin szövetség régóta próbálta kitalálni, hogy hol lehet a probléma. Eleinte azok a játékosok a padot koptatták, akik kiválóan megértették egymást a pályán Messivel. Majd ezután köré próbálták építeni a csapatot, teljesen az ő játékára támaszkodtak. Azonban ez sem volt működőképes. A nemrég elhunyt argentin legenda Diego Maradona szerint Messi nem egy vezéralkat, és ha továbbra is ráépítik a csapat játékát, Argentina kudarcot vall. Tiene 2016-ban a Copa America döntőjében Argentina Chilével találkozott. A finálé 11-es párbajba torkollott, ahol végül Messiék kikaptak. A különösen fájdalmas vereség után Lionel Messinek elege lett és bejelentette a visszavonulását a válogatottól. De ugyanakkor pár hónappal később mégis visszatért a válogatottba azzal a reménnyel, hogy 2018-ban világbajnoki győzelemhez segítse nemzeti csapatát. Viszont az átok folytatódott, Argentina kiesett a 8. döntőben. Akkor Messi 31 éves volt és úgy tűnt, hogy nemzeti mezben már nem lesz esélye trófeát nyerni. Azonban 2021-ben megtört az átok. Idén az argentin csapattal megnyerték a Copa Amerikát, ezzel véget vetve Argentina 28 éves nyeretlenségének. Őrület, leírhatatlan a boldogság, amit érzek. Sokszor voltam szomorú, de éreztem, hogy ez egyszer meg fog történni. Nem is találhattam volna alkalmasabb pillanatot. A csapat megérdemelte ezt, lenyűgöző, amit tett. Nagyon bíztam ebben a társaságban, amely az utolsó Copa America óta rengeteget erősödött. Remek emberek alkotják, akik sosem panaszkodnak, bármi történjék. Bajnokok vagyunk, ezért egetrengető bennünk a boldogság. Messi ezúttal a csapat igazi vezére volt, a hátán vitte a válogatottat. 4 góllal és 5 gólpasszal vette ki a részét a kupa győzelemből. Úgy tűnik, hogy az argentin válogatott kezd igazán összeállni és egységessé válni Lionel Messivel együtt a csapatban. Szerintetek mire lehet képes Argentina a 2022-es VB-n? Nektek mi a véleményetek a jelenlegi argentin válogatottról? A válaszaitokat írjátok le kommentben. Hajrá magyarok, hajrá félidő!